Februárban is nagy népszerűségnek örvendett a pálya, fokozottan igaz volt ez az utolsó napra is, amikor totyogó kupát tartottak a legfiatalabb jégkorongosoknak. Összesen 6 csapat mérkőzött meg vasárnap. A 4 helyi gárda mellett a tatabányai Polipok és a Vasas játékosai is korcsolyát húztak. A 60-i Gigászok edzője elégedett volt a mérkőzések kapcsán. Ahogy mondta, kifejezetten jó hír, hogy meghonosodott a jégkorong 60-ban. Szerintem nagyon jó helyen tartunk, úgy gondolom, hiszen jelen pillanatban lett egy iskolánk, a Szent István Általános Iskola, aki abszolút elkötelezett híve lett a jégkorong sportnak, hiszen a Magyar Jégkorong Szövetség tagjává vált, és ma már itt hivatalos tornán fog játszani. Csányba alakult egy jégkorong szakosztály, egy ilyen kistérségi felvállalással, a 60-i Futballklub Sportegyesületben is alakult egy jégkorong szakosztály, és mi vagyunk még itt a Gigászok. Jelen pillanatban 80-100 jégkorongozó gyerekünk van. A 60-i Szent István Általános Iskola elkötelezett híve ennek a sportnak. Jó kapcsolatot ápolnak az edzővel, a szülők is lelkesek, az iskolai alapítványon keresztül pedig saját csapatuk is van. Emellett pedig már a Magyar Jégkorong Szövetség tagjává váltak. Most kezdtük, a kezdeti lépéseket tettük be. Igazából ez a következő tanévben fog kibontakozni, mert hisz gyakorlatilag egyrészt a testnevelés órákon is jelentkezni fog, másrészt pedig külön edzések lesznek majd délután. A fiatalok egyre inkább élvezik a sportot. Kolozsvári Boton Csaba, a 60-i Gigászok tagja, elégedett a csapatjátékával. Nekem nagyon tetszett, hogy most már a csapattársaimmal valamennyire tudok passzolgatni is, és akkor... Sok gólt ütöttél? Hát, közepesen. A kupa díjait Színyei András alpolgármester adta át, aki elmondta, felemelő érzés volt ennyi fiatalt látni a jégen. Én úgy gondolom, hogy itt 60-ban most a jégkorongról is, de a jégpályáról általánosságban beszélni nagyon hálás feladat, hiszen ki gondolta volna ezelőtt pár évvel, hogy itt komoly jégkorong meccseket fognak játszani 60-i fiatalok, és a vendégcsapatok ugye Tatabányáról, Budapestről, távolabbi helyekről jöttek. Ez önmagában is nagyon nagy siker a jégpályának. Az utolsó napon ingyenes volt a jégpálya használata, így a fiatalok és az idősek egyaránt kihasználták ezt a lehetőséget. Ura!